napot kívánok, Imre! Jó napot kíván! Szeretném megkérni arra, hogy legyen szíves, mutatkozzon be! Lukács Imre vagyok, 56 éves, Noszonyra lakok, Rákóczi út 20. És tulajdonképpen mivel foglalkozik? Hát, hogy mondjam ezt? Tehát. Miket csinál most? Hát én kosarak, ilyen kosarakot, virágkosarakot, kisebbet, mindenfajta ilyen, hát amit volt olyan is, hogy ide hozták, lerajzolták, én megcsináltam nekik. Mert volt olyan is. Ezek a kosarak miből készülnek? Ez mind magyarófa. Magyarófa. Ez tiszta magyarófa. Nagyon szépek. Mondja már meg, hogy végül is hogy talált rá arra, hogy végül is ezt csinálta. Hallom, hogy édesapja is ennek a mesterségnek tudom. Igen, édesapám ezt csinálta, hát én még gyerek voltam, akkor nem is nagyon foglalkoztam úgy élettel. Az anyagot én hordtam még ki az erdőről, hát elég messzire kellett hozni, kerékpárral még akkor meg a házon is. Azt. Utána édesapám meghalt, én is elkerültem otthonról minden. Hát most meg ahogy dolgozgattam balesetért, még 79-ben. Most 2,5 éve kezdtem hozzá csinálgatni. Rákényszerült el. Hát nem muszáj voltam, mert hát a sors úgy hozta, hogy no, lenne neked is az a 15.000 forint nyugdíj, ami volt még akkor, ugye. Ez azt jelenti, hogy mégsem felejtette el az édesapja nem csak emlékét, hanem a kézművességének hát, a csodáját. Eleinte egy kicsit furcsa volt ugye az embernek, de hogy mondjam, ami előttem volt, azokat mindent tudtam csinálni, mert ezeket is úgy csináltam, hogy a faluból ráutattam egy asszonynál, hogy ki csinálta ezt magának. Mondta az, hogy kicsoda, elkezdtem tőle, és arról vettem mintát, és arról meg tudtam csinálni. Hát csoda ez a tulajdonképpeni kézfogás, ahogy az édesapja mozdulatai is szinte benne lehetnek ezekbe a tárgyakba. Szerintem mindegy-egyik ilyen emlékezést jelenthet maga hát, számára is. Sokszor gondoltam azóta rá, hogy jól gondolom, de jól lett volna akkor rá, jobban ráhallgatni, de csak nem tanultam. Imre, azt mondja már el, hogy végül is ennek az anyagnak a első mozdulata, az első dolga az hogyan kezdődik? Tehát kimegy az erdőbe, hát kimegy, hogy az biztos erdőbe. Van olyan terület, amit már szinte maga ismer. Vannak olyanok, hogy ahol mondjuk rá a 200-300 öles területek vannak, ahol csak tisztán magyarófa bokrok vannak. De nagyok úgy, hogy sok van benne, 8-10 is, meg vesző. És ez is olyan, mint a fűz, hogy az ember, ha visszavágja, 5-6 év múlva akkor hajt kifele, ugye most az a probléma, hogy nem csinálta senki se, és még van öregedve. Tehát a tövek megvan. A tövek. Meg ugye jött az a betegség az erdőre, és a magyarófa is az is szárad kifele. Tehát akkor tulajdonképpen mindig ugyanarra a területre jár vissza, igen. Amiatt, hogy végül is saját magának kell úgy metszeni ahhoz, hogy az anyag az legyen. Igen, hát ugye meg az erdészet is úgy az is, hogy írd csak kifelé magyarófa, hát esetleg, hogyha 3-4 évig nem vágnak újból, nem ritkiják, akkor van benne. És Imre, tulajdonképpen az anyaghoz mikor lehet közelíteni? Tehát mikor mehet ki az erdőbe azért, hogy na most akkor már elkezdem gyűjteni az anyagot, mert gondolom, be kell gyűjteni az anyagot hát, ahhoz, hogy egész évben tudjunk dolgozni. Hogyha az ember télen meghordjuk, ugye ősszel, mikor a magyarófának a levele lehullni, mikor már mézgálja megszűnik. Akkor télire az ember meghordja. Aztán ugye annyit hoz az ember, hogy no, körülbelül hogy tudja, hogy ez kitart a télen. De különben, hogyha úgy van, olyan az időjárás, jó télen is van. Csak azért, hogy könnyebb akkor hozni ugye össze. Tavasszal meg március végén, április elején akkor szoktuk hozni. Mert akkor a mézga megindul, és a vesző nem jó. Ahogy nő a vesző, ugye kiverül jön a új növés, azt az fölpattog, mikor az ember a szegőt csinálja. Itt éppen a szegőről beszélt. A szegőnek a szedése hogyan hát történik és mikor? Ez a színvesző. Mikor már meg van találítva, igen. Az a színvesző, és a méz, meszes vízbe teszem bele.
Hát az adja neki a színt. Az adja meg a barna fényt. Értem, értem. Tehát az akkor a cserszav tartalmával színezi tulajdonképpen magát a fát, amely így megtartja ezt a szép színt. Na most begyűjti a fát, és amikor begyűjtötte, akkor mi a következő folyamat? Hát... Begyűjti önmagának, és elraktározza, mert hát hiszen télen is akarja dolgozni. Hogy mondjam, télen is, meg nyáron is mindig pincében, hűvös helyen kell tartani. Igen. Erre 4-5 hónapig kitart a pincében, a hűvös helyen, nyáron. A télen, ugye télen, meg ugyanaz a hőmérséklet megint megvan, és akkor az végig tapsol is, hogy nem szárad meg. Valamennyit veszít a izéből, a nedvességéből. De itt még nincs hasítva az anyag, nincs, hanem csak, nincs, csak így, így egyre kékszer, van. Csak, igen. Csak így. Hogy az ember hadolzod el tőle. Igen, még gömb faként van, igen. Na most, amikor végül is eltárolta, és felgyűjtő magának, hogy tényleg folyamatosan legyen munkája, akkor a következő mozdulat az, hogy na, most hozzá kezdünk a hátihoz. Hát mi az első ilyen munkamozdulat? Hát a kemencében az ember megrakja a tüzet. Igen. Aztán akkor begyúlvár, ugye általában, hogyha van forgás, ugye az ember elégeti a szemetet. A fél óra ratolja az ember, és akkor beteszi a veszőt, és akkor forgassa az ember, hogy ne a kemence melegítse. A kemence melegítse, éget meg a láb is. Igen. Azt akkor az annyira átmelegszik, hogy a, ugye mert ha így hasítaná az ember, akkor zöld marad. Igen. Mert a belső csak zöld. Most így átveszi a fehérség, akkor a fehérség ilyennyire. Értem. Tehát a kemence melege az, amely... Igen. Szóval tulajdonképpen párlik egy kicsit. Átpálik teljesen. Teljesen átpálik. Átpálik, és akkor a kemence belső melegétől... És hogyha, akkor hidegen is ugyanúgy hajlik, érti? Igen. Nem törik úgy, mert sokkal szívósabb lesz. Tehát tulajdonképpen majdnem azt mondanám, hogy gőzölj az anyagot ezáltal. Igen. Igen. Na most, amikor kijön innen a kemencéből, akkor mi a következő mozzanat? Hát ugye akkor mondjuk rá, utána merakom még a tüzet. Igen. Hogy mint ahogy most is megvan rakva. Hát nem, úgy ma akkor érti az egész, hát minden felé az egész, mm-hmm. Neki is hagy melegedjék. Mm-hmm. Hát majdnem olyan, úgy kell befűteni néki, mint mondjuk rá, mikor a kenyeret süttünk. Mint a kenyeret süttünk, igen. És akkor utána a karót az ember bepakolja, úgy alulra teszek egy fát, kettőt ugye arra rápakolom, mert ugye a kemencének az alja, az a tégla csak által nagyon melegedik. Igen, hogy nehogy attól esetleg túl melegedjen. Igen, és fél óráig bent van, akkor megfordulja az ember, uh-huh. Mert ugye, ami lefele van, az jobban megpálik, mint a másik. Uh-huh. Értem. Aztán, hát egy óra hosszáig attól függ, hogy milyen vastag a karó. Persze, igen. És az is annyira átpálik, uh-huh. A karó, hogy az ember késsel keresztül vágja, nem mozgassa az akkor így szedi szét, úgyhogy olyan karó 8-10 felé is megy. Na? Elég végig az úgy, hogy ember beteszi ugye, általában hogy úgy szoktuk, hogy mindig a vastag a végét melegítsük először, és akkor ember forgassa, fölteszi, hogy de nagy tűzé nem lehet, mert akkor megég. És akkor megperzselődik annyira, hogy ez is kapja az elét is egy kicsit. És akkor megnézzük, hogy na, mikor van megpálva kávé, hogy ilyen, azért, mikor már így megvan, így lejön, ilyen barna lesz a színe, akkor már megvan pálva, át van melegedve. Értem. Akkor át van melegedve. Látom, egészen egyenesek ezek a feszélyek. Hát, hogyan van választva, tehát nyilvánvalóan látok itt vastagabbat is, meg vékonyabbat is. Hogy végül is nyilván, amikor levágja, akkor már tudja, hogy mit, hát igen, minek, ki a kávának, mi pedig a vonatnak kell. Ugye, hogy némelyik elég görcsös, ugye, meg hát a görbék az ember nem mondja, mert mondjuk rá, olyan is van benne, ugye, általában, hogy az ember megvágja, ugye, hogy hasíja, mert úgy mondjam, a jó az anyag, az ember bevágja, akkor 4-5 sor is olyan lesz ő. Uh-huh. 4-5 sorig körbe. Uh-huh. Ahány éves, az majdnem úgy jön le. Uh-huh. Majdnem uh-huh. úgy jön le, és hát utána úgy rendben lehasíja, kapargassa, minden, ugye van neki sok munkája. Értem.
Na most tulajdonképpen tehát abba, annál a munkafázisnál vagyunk, hogy, megpörkölődik, nem átmelegítődik, átmelegítjük és méhest elérjük. Pálításnak. Pálításnak, igen. Jó. Igen. Amikor ez a folyamat végéhez érkezik, akkor mi a következő folyamat? Most nem tudom, hogy akkor a karójával foglalkozunk. Hát ahogy egyáltalán fel tudjuk építeni, melyik az, amihez végül is be tudunk kezdeni. Összevetek azokat, hogy szólnak egymások. A földi a kívül. Hát nem, most igaz a nehéz. Hogy olyan gond kapott. Hát ez egy kerek nehéz akkor. Hát azt gondolták, hogy szőlővel, ilyen népővel. Tehát most Imre betette a kemencébe a vastagokat. Igen, ezek a karok, ez lesz a házinak a széles, ez lesz, hogy mondjam, a modlája. Értem. Ugye a keskeny, ez a messzé, és ezt hasítom majd kb. Egy óra hossza, másfél óra hossza kell, mikor lepálik, és majd ezt, hát, amelyik jó hasad, 8-10 felé is elvegyem, amik jó, mint a bántika úgy hasad. Mert van olyan is ember, nem itt csak ember a kést nem is tudja belebújni a nyelvének. Törik olyan is valami kövér. Igen, mert látom itt, hogy ennél a kosárnál is van egy szélesebb, mint igen. Mondhatnám úgy, hogy felvetőszál is. Igen. Tehát az alja egyből ezekből a szélesekből jön. Igen, össze. Mert ez megvan, ez a vezető, mert ugye még a keskenyből nem érdek, hogy mennyit ész az emberrel. Igen. Csak annyi az egész, hogy mindig páratlannak kell lenni. Akkor a fonása úgy jön ki. Felül viszont akkor ez a vékonyabb. Igen. Van, ami ebből a vékonyabbból igen. Van. Értem. Hát így akkor majd, most elkezdem a rajt. Hagyj már engedni. Az előtt egy felhúzat. Most így, óra hoztam, másfél óra hoztam, kell hoztam alá. Majd lássuk, hogy... Ó, hát a kés van a fügyenes. Nehezen ment bele a kés. Mert amelyik jó, az ember megfogja, meghúzza a szabot. Micsoda illata. Idáig leszakott izé szabadni, hogyha jó. Ez is zártás. Finom illata van nagyon. Thank you.
ezeket úgy hagyom nem, mert a kosárnak lesz a keresztbe. Mert hogyha már egy innet leszedek, akkor úgy járok, hogy egy sérül belőle. Igen, igen. De nem, amúgy így, hogy most még nem kell menni az erdőt. Körülbelül mennyire van anyag? Na, nem tudom, mennyi karó van a körülbelül vastagabban. 8-10 darab az egész. Tehát akkor most elég kivakodva az időt. Az látszom is úgy, hogy arra közé válogattam ki. Hát tudom, hogy majd azért néztem már ki az elejében, mondom, egyetem egy kártyúra, amit mondom, hogy nem vastag, mert a vastagba szok faszolni. Tudom, hogy az a része, az ember tudja, hogy melyik előtt, úgy mondjam, a veszőnél is, a vastag a vége ilyen. Azt mondom, amikor melyik előtt elér ő, mint az új az embernek, az már nem jó vasat. Melyik, hogy a vég nyom vége. Tehát mindig a vékony végétől hasonlítom. Igen. A vastag a fele. A szerkezetnek is abban van az eleje, hogy magától, tehát a maga szárrendszerében hasad széllyel, ezért lesz erős. Igen. Meg tartod. Amikor az ember a két nyomítéssel húzza, hogy nem egyenlő legyék minden, akkor is ember már úgy érzi, na most vagyok az éve a rendes során, az, kék is az tudja, hogy megérzi, hogy hol vastagban vagy hol vég, nem? Róza nénéknél, amikor nézegette Imre a munkáit, ők meg tudták különböztetni a veszőket, hogy honnan hozták? Meg tudták, mert mondjuk rá az egyik helyen is volt, ugye, azt hívták Egednek, igen. Ottan sokkal fehérebb volt a vesző, simábban hasadt. Akkor róla Bikkes úrral, ottan meg nagyon vékony babasat, de az nem volt olyan fehér. A cseresi vesző az meg olyan volt, hogy még azt, hogy mondjam, akármivel fehérítették volna, különbű nem lehetett csinálni, olyan fehér rá ment ki. De volt olyan hely is, hogy akármi csináltak vele, ilyen zöldes színű maradt egy élveszteje. Az a várhegy mögött van egy olyan köves rész, hogy onnan hoztam én is, egész akármi csináltak vele, olyan ez élet. Meg van, mondjuk rá, mint a, majdnem úgy néz ki, mint a tölthalnak a, mikor elhasíja. Igen. Na, olyan fekete petyes érték, mikor az ember elhasíja. Ugye az a, mi az is, az csak az erdő részt ülja, a fertőzés nem tudom. De már az a régi hát az is, van. Attól is függ, hogy milyen talajon nőtt. Na, de olyan köves rész. Hát érdekes. Na és akkor most itt van ez a vesző. Ennek a veszőnek a hasítása is ugyanígy történik, mint a... Igen, már mindjárt megmutatom. Na, erre akartam már látni, hogy valahogy jön, mert... Már itt van, akkor... Utána akkor készítem előtt, mert akkor jól... Mehet? Aha,
úgy hajlik, hogy... Minden, amit most például lehasított, az lehet arról szállni. Hát az meg megkaparódik. Mert ezt szoktuk a szemének használni, ezt a tésőjét. Tehát amire befogja. Igen. Ez a színvesség. Akkor tulajdonképpen ez a varrószál. Hát igen, ez a színvesség. Igen. Ez az, amit mésztelljel meg, igen, igen, egy kicsit, és akkor ez van. Érted? Tehát most tulajdonképpen varrószálat hasonló. Igen. Ennek a fasítása is olyan idővel van. Van egy kis ideje neki, hogy az ember a szívbe vágja. Igen. Ugye arra teszem mindjárt, hogy ne patrönjék úgy. De már innentől ezt a kezet nem lehet használni. Csak mindig a bal kézzel kell húzni. De akkor, ha jobban húzom, akkor mindjárt elbacsa. Igen. De így, azon a soron, akkor a jobb kéz csak tart ilyen. Igen. És igen. Csak a bal kézzel. Csak a bal kézzel kell húzni, mert akkor úgy pattam lefele. Na most akkor, ha így tulajdonképpen lefejtett ezt a szíjács részt, mert ez körülbelül az a részem. Igen. Akkor ez a bot utána tovább nem használható? Dehogyne. Ugyanúgy hasítva lesz. Ugyanúgy. Értem, és akkor ez igen, lesz a... teljesen előnék, hogyha úgy hasonlás, ez körbe megyen, akkor megint. Számítok, hogy érzem. Mondjuk rá, hogy mikor hozzákezünk a konyhát, mikor összeállítok, mert szoktunk alóra, erre sokkal szívosabb, erősebb, mert meg már korázott. Lejjebb, igen. Igen. Ezen a részen vannak a szállító szövetek is, meg itt növekszik. Ezért tudok, hogy ilyenkor nyár nem jó, mert hát ugye mézvás. Ez most hiába csinálnék én szegül, nem tudnám, ugye fölpacsódnám. Nem úgy húzza, akkor már mindjárt lejjebb meg ennek. Ezzel takarja az ember a színvesszőt, meg ugye a csípukot minden belőle, hogy simán legyék. És itt a másik oldalát is meg kell, ugye? Majd azon a húzóhelyen. Igen. Ez meg majd a másik, a kis szék az meg az, hogy egyenlő legyék. Ne legyék egyik szélesebb, mint a másik. Igen. És ez már a lőgyveszőne. Mert olyan egyre puha. Hát ez még meg. Már felszünk, hogy húzom. Először alá teszem. Itt a külső végi, vastagabb, utána mindig van a végfúzza, de megint beljebb teszi. Itt akkor úgy, amikor teljesen be fő részre ér, akkor ez így van.
akkor lesz egyenlás, igen. Nagyon szép. Ne? Kész vagyunk, akkor mindig ezt a ritolásnak azért neveztük el, már az öregekenek nevezték, mert azt mondták, hogy egyenlőbb legyék, mert ezen is van három fajta is. Hogy milyen szélesnek? Hogy milyen fajta a hátérzi. Nagyobb fajta, úgy jól a szélesebb, veszünk kellett. Ez lesz majd a hátinak a füle, ami vagy csipkefából van, és be volt téve a kemencébe, hogy vad rózsa. Vagy vad rózsa, hogy na, sikerül-e, ugye mostan, átmelegítve sokkal könnyebben hajlik. Tehát most vettek ki a kemencéből, most vigyázzuk el rá, hogy nehogy túl sokáig legyen benne, mert amikor így meghajlítsa az ember, akkor... Most ha megkötöm, most is tehetően visszamározta, hogy majdnem szárad, mert... Hát azért akarom, hogyha így a karó kihúzom, pedig hogy legyék oda benne, akkor is nyújt nekem el, hogy deformálódjék. A dög az nem fog leszakadni róla? Nem, mert ott van még a fogányú szakad, és nem csak a jövőre. Tulajdonképpen ez lesz a vászert, tehát igen. Erre épül föl legyen. Itt szóval, amatom a lödörben véve. Hallod-e? Abba is van igaz. Más az hiába, hogy olyan szép sima egy. Nem az, ilyen idei görcsös lenne. Igen, igen, tehát ráncosan. No, majd, ha jól lesz ez, jó, hanem akkor meg nézz a most azt kellett megnézni, hogy a vastagság egyenletes, igen, és egyenletesen hajlik-e. Tehát nincs-e véletlen, hogy középen egy olyan domborulat, ami miatt nem tud hajlani. Az ember már így megérzi a kezdi idejével, hogy na, vastag-e még vagy. Ha egyik helyen vastag ez már az ember, akkor a leszúse simán már hajlik. Igen, eláll.
kétje. És ez a vonószék, ez úgy örökre ürött tűnve, hogy találta ezt. Ez? Talán az édesapám nézett. Azért mondom, hogy... A Jánő bátyámnál volt, kézzel meg, hogy Jánő bátyám meg is csináltam, de úgyhogy a munka mellett ő is. Hétvégeken vagy mikor szabadságon volt, decemberben, úgy akkor... És a forfogalmiáról volt, úgy akkor már nem dolgoztak decemberben. Aztán ő is ott meghalt, a bátyám is meghalt. Így jött aztán, mint kisebb testvére a... Úgy, az úgy, járunk bátyámra utána. Ágoztam, mondom, mikor én hozzátettem, de mondom, hogy... De a sebességével már ide, mikor kéne azt, hogy menjek vele, az már nem olyan nagy hal lesz. Most akkor tudod, hogy én értem ezt a bűbe. Na. Ez a hosszú, ha lesz a hátra érti, a nagy éje, az állja, ha lesz a fű, ide lesz így éve. Akkor Imre, azt most mesélje még el, hogy az édesapjától milyen hagyatékot kapott arra, hogy ha kimegy az erdőbe, akkor honnan vágja a fát is? Miért onnan? Igazat megvallva, hogyha a déli részű van keleti rész, még ott is jó, de van az északi részű, ott nem jó, mert ott fordul a fa, körbeporog, és azt nem lehet felhasználni. És mondjuk rá olyan völgyekű, ahol ember lássa, hogy mocsaras, stb. Ott megint kövér, az megint nem jó. Vagy pedig ugye a veszülni is az alja vastag, a hegyen vékony, azt adnénk a szuronyosnak hívjuk. Hogy mondta azt is, hogy szuronyos a súlyánál fogva is meg a súlyánál is észre lehet venni, hogy jó-e vagy nem, mert amelyik nem jó, az sokkal könnyebb. Azt hívják parázsfának. Az a parázs. Még ugye azok szoktak hívani, hogy szuronyosok lenni. Mert az egyik vége ugye 5 centi, a másik van 4 centi. És az édesapja mindig azt mondta, hogy előbb menjél ki, és nézd meg... Hát igen, már mindig azt mondták, ahol még nem hoztunk, nem jártunk ottan, ott akkor először nézzük meg, vágjunk ki egy végnyomást. Magyarul fát vágjuk be, és hogy egyenesen hasad, azt mondja, akkor jó a karója is. De hogyha fordul, akkor a karó is fordul. Ha itt is úgy van, beszél is adni egy körvetésnek, hogy az is a helyzetben. És Imre, tulajdonképpen ez... Ennek a tájegységnek egy jellegzetes mestersége volt. Hát igen, mert... Sokan csinálták itt. Hát hogy körülbelül 25 család valamikor. Ezek a családok, hogy megéljenek, nyilván nem csak ezen a területen. Hát nem csak itt Noszfolyón, hanem a környező vidékeken, azt mondja... Oda hordták igen, kész termékeket. Hát volt olyan is, aki mondjuk rá bevitt Egerbe, vonatra adta, azt akkor úgy igazott a hátival, olyan is volt, aki kerékpárral ment végig. Meg volt mindenkinek a tervet, hogy most én járok ebben a 3-4 községben, az ennyi, mint most a maffia. Igen. Azt akkor voltak úgy, hogy az ennyi, Verpelét, Markaz, Abasár. Gyöngyös portály. Ezek a vidéken, úgyhogy meg volt mindenkinek. Ugye meg vára lefele, fönt pásztónak is hordták, állam is volt olyan illető, aki hordta. És így aztán vigyáztak arra, hogy az egymás területében lehet. Hát igen. Tiszkítsanak be. Hát most ide érkeztünk már ennek az összerakásához. Ezzel azt akarom mondani, hogy voltak olyanok, akik ugye, na, megelőzte, elmentem ott, mikor ment valamelyik hát is, aki abban a körzet, mert azt mondja, te voltál, elárult a hátit. Mert ugye megismertél mindenki is, mert egyforma hátit nem csinál senki sem. Amit én csinálok, olyat nem csinál senki sem. De én sem tudok olyat csinálni, mint a másik. Ilyen, majd valami különböző üzé van rajta, úgyhogy. Fölismert, hogy egyben a sátjára szabadta, erőj meg erőj, de megismertem a hátidot megvédni. Abba a körzetben most. Hát ide érkeztünk most már az összerakáshoz. Most azt mesélje már el, hogy
van először öt szál. Igen. Az öt szálnál például mi a fontos, hogy melyik legyen az erősebb, melyik legyen a vékonyabb? Hát itt az öt szál a kettő, a két szélső, ez a sarokkarú. Ezek erősebbek, mert ugye ez tartsa a... Meg ez kapja a legnagyobb ütést. Ez kapja a legnagyobb ütést. Na most a többi, a középsőnek is erősebbnek kell lenni, mert ugye hát ez el is tart. Nem ezek azért erősebbek, hogy ez kétfelől van hasítva, hogy a motlánál föntebb, ugye már szélesebb lesz, hogy egyforma legyék, hogy meg körrakú legyék. Igen. Formát jobban tudja. Igen, és akkor a, hogy a fonása jól jöjjék ki, páratlanak kell lenni. Mindig páratlanak. Mindig páratlanak, és itt a középsőt, ezt hasítom el, és itt adja a páratlan. Igen, most ez itt például ötös, igen, alapszállal indul, és ahogy mondta, van volt olyan is, ami hetes volt, igen. Vagy kilences. Hát ugye azok már nagyobb fajta hátik voltak, mert oda mi jelenleg csináltak, hogy töletet hordani a jó szállon benne, a tehénynek értő, és egy hátak, minden olyan, azokat azért voltak úgy csinálva. Na hát akkor most itt menjünk tovább, hogy hogyan is épül össze ez a háti. Hogy ezek még mindegy, mert ez egyforma. Azon, hogy most felhajtotta, tulajdonképpen meghatározta azt is, hogy hol lesz felhajtva, tehát a távolságát most mérte le. Igen, amikor ugye húztam, hát akkor itt le van végnyitva jobban, mint állapot. Igen, igen. Tehát az alja jobban le van végkonyítva, mint a felső része, mert ott kell neki hajolnia, felül pedig jobban kell tartania. Most látod. Azt is mondta, hogy tulajdonképpen szokott apadni még, hogyha túl vizes, nedves. Igen. Már éppen ezért nagyon vigyázni kell rá, hogy engedni kell ezt a természetes apadást. Ha leszegni éppen ezért csak akkor lehet már, amikor már ez az apadás megtörtént. Mert volt olyan illető, aki azt mondta, hogy jó van, viszi, szedjen benne is. Hárultán meg vigyázz ennyi az egész. Igen. Az ember a saját maga idejét mellett megkérdik tőle, hogy ki csinálta, hogy ki csinálta, akkor az ember ne szedjen közé kamiont, hogy... Nagy hát ez olyan, hogy mikor az ember, hogy mondja, ugye az első veszőt fűzöm bele, hogy jobban le tudjam húzni, még jobban be tudjam állítani. Igen, viszont alul meg jobban fedjen, tehát szélesebben tudjuk. De így jobban fog hajolni. Most történik a ketté hasítás a középsőnek. Akkor tulajdonképpen a belső hármat kell meg felezni, ugye? Igen. Na, akkor mindegyik, hogy... És azon az oldalon nem kell megfelezni azokat? Nem. Értem, tehát itt elől van, csak a leg, amikor igen. Ez a domborulat, igen, igen, mert igen, ott úgyis egyenes része van. Ez egyenes része, egy termény. Értem, igen.
ezt az éppen akar az ember a drogot. Lenne csúszó, lenne csúszó, így ezt. És vála legyen. Most mire, hogyha ezt a madagot most lemennél róla, akkor még szétugranom? Ha, nem is ezt nem mindjárt. Értem, csak hogy a drogot azért kell, mert akkor még szétugranom, mert még nem tartaná. Igen, most nem is lehet, annyira megdúlok. Még nincs lehűl valamit. Addig az ugye, addig enged kifele négy nyílja. Amikor el van párba, akkor ugye tovább emegyem. De még ha betettem volna előbb a keménység, ami akkor mondtam, de nem akartam mondani, mert akkor... Jó van az, jó, hát így is mondom. Én különben láttam azért a végét, ugye, hanem nem olyan, mert egyszer jártam most tudom. Szektem befelé. Szóval nem vagyok így nem vettem ez, hogy épp volt csak majdnem tele volt az egész üdvénység, az az puha zényem volt így. Most így lehet, hogy megfaragtam. Bélő. Én jártam. Annyi volt a szerencsé, hogy valahogy ezt a sikerült végnyabat felegyen. De hol remek kilóttam legyen. Azóta hoztam, hogy bemondom, én többet nem járok úgy. Ezt a pillanat szorított. Ezzel állíkoztam. Ez majd rajta is marad? Hát igen, ehhez össze, felszed a... De ez, amit most rákötünk, ott marad rajta? Ez ne. Vagy később lehet állni? Később, amikor felszem a máját, vagy a formáját, akkor...
vannak most felszedve a szálak. Igen, majd. És majd ezután lesz a fonás. Itt van az a vékony dolog, hogy jobban tudja követni ezt az ívet. Igen, mert felül ugye csak szélesebbnek kell lennie. Igen. Ha lenne, nem adik el, akkor olyan merre lenne. Hát én is sok minden magam értem rá, hogy ott van. Hát sok minden. hogy is van ez, hogy könnyebb is nem. Így összeállt a vász szerkezet, ugye? Akkor már lassan. Itt már csak forni kell. Meg mindjárt hagyom a pincébe. Ez egy ugye már meg kell előkészíteni. De hogyha én ezt tudom minden, akkor már ez mondjuk nem elég, a másik idejét be tudtuk volna úgy csinálni, hogy rakok egy szület, bekezem aztán a kéz. De a karóját, azt sehogy sem tudtuk volna felvenni. Majd október. Következik a tódás. Hát igen. Tódásnál mire kell vigyázni? Hogy milyen takarásban legyen, mert hát mégis. Ugye az előbb azért vágtam ki azokat a véket, amit nem szélesebb volt. Hát tudja, mert itten, ahol itt kezdtem, de különben elbúgik az elég szépen. Úgyhogy ember itt a középtelen így elvágja. Értem. Másikot ráhúzza. Értem. Hogy ugye egyik bejel volt, másik kiebb. Ezt mindig úgy kell csinálni, hogy amelyik belőlül volt, az húzódik kifele. Egyiket bejebb húz, a másikot meg kiebb. Úgy tolom és kiebb. Akkor igen, és akkor úgy fogja összeni, így az ujjai. Igen, mikor már így páratlan, akkor mindig egymásra nem elkodom, hogyha a páros van, akkor egymásra menő mindig az egy, minden sor. De így az keresztezi egymást. Némelyik egy kicsit erős sikerül, de hát... Mit
Tapi meg, hogy ez most a pince volt, ez milyen szívos. Ez úgy hajlik, ahogy hát nézd meg el. Hát csombék úr lehet tudni. Reggel úgy lehet hasítva, hogy meghúztam, akkor, ja, reggel először, amikor lehozgattam, akkor váltottam be. Mert... Mennyi ideig van bemártott? Hát annyi, hogy belemártottam a vízbe, aztán kész. Kész, igen. Csak annyi. Mert csak azért... Nem ázott benne. Nem ázott benne. De csak azért, hogy... Ha egyik vége megosztjuk az jobban, megkapta a kemencébe, mint a másikba, aztán... A szaporából úgy kaparni, mint izében, szegőt nem hagytam belőle. Na Imre, akkor most azt mondja már ne, hogy most mi történik, melyik munkafázis? Hát most ezzel, amikor már bevégeztük a fonást, itt minden második karót lehajtogassuk, hogy mikor a kanimát ráteszük, hogy lecsúszik, ugye lehajtsa az ember, és a második vagy harmadik szálvesszőnék. Átdugjuk a szegőt, és azt tartja az egész mindenségét, és akkor nem csúszik föl. De... Ugye némelyik... Teljesen el kell vágni, vagy... Nem, fél bevágja az ember, és akkor itt föl azért locsoltam bele, elég is egy kicsi, mert már szárazó, hogy én a fogra is. Szóval így jön az egyik. Lehajtód, minden második. És amikor a kalap rámegy, akkor irányig lejön, akkor nem hagyja felcsúszni. Sokan ugye az érzelték, hogy megvették, aztán le se volt hajtogatva, azt mikor belehették a súlyt, ugye, benne volt 25 kg, megfogták a... Ezért az a karimát aztán csak feljött. Na, nekem még nem hoztak vissza, hál' Istennek. Ha úgy verik vele, hogy na, a külső, ide nem tudom lehajtogatni, ha úgy törik el, akkor innen máshol lehajtok, hogy elősegjék már. Másodikat, amit ugye meghagytunk, nem hajtogattuk le, azokat elvágjuk. Nem ennyi, utána lesz egy munkálat még, amit ide teszek be, ezeket a vezéket, hogy még a vesszőt szorítja. Hogy ne szikkad meg, hanem még hozzá kell még kimozni. Hát az elébb is, amikor meghúzgáltam, két ujjival ment lejje, ami tönnök óta szikkadt. Most ha úgy hagytam volna, a tórásra mindenféle szétcsúszik. Hát éppen másod, mert...
szerdán meg ezen a rigóra. Mindig ahogy az ember összeáll meghordozva, hogy a pincébe csak szikkad valamennyit aztán. Így szoktuk már, ahova be tudjuk jönni, de ahova nem, hát az olyan dolog, hogy... Mostan a messzes izé urabent van edény, ez csak már a messzetői debakokról van, de fehér működik. És még ezt itt így
felső, így tehát gyengébbre szoktuk húzni. És akkor öltem eltűnik, hát ugye elég nem egy parázsosztam. Fogja a füli az egész mindenséget. Hát talán bedögött. Erre gondoltam az előtt. Mm-hmm.
ezeket. Mondja, mikor elértem végig, akkor visszatekertem még egyet, és akkor ellenkezőleg jön vissza, hogy akkor lesz így keresztbe végig a ellenkező legge, és sokkal úgy mutat keresztbe. Na, haladunk. Azt hittük, hogy messze kött. Hogy? Azt hittük, hogy messze kött. Ja. Igen. Elmondom, veszedem azt a kis paradicsomot, aztán úgy jövök le. De még közben hívtak telefonon. Ez a telefonintézés is volt. Való, igen. Most fog a színébe zárni. Csak kinek vagyok itt meg azért.